Véget ért a szezon a Honvéd felnőtt női csapatának. A lányok 10. helyen végeztek a bajnokságban. A szakmai stáb fél éve érkezett Kispestre. Mi fél évkor jöttünk, igazából érdemben ebből a fél évről tudnék beszélni. Ide jöttünk, ugye stabilizálni kellett a helyzetet, akár utánpótlás, akár ugye felnőtt szinten, hogy rendben működjenek a dolgok. Én úgy gondolom, hogy sikerült. Ugye a Honvéd mögénk állt, és mindent megadtak a lányoknak is, amire úgy gondolom, hogy sikeresen be tudjuk fejezni a szezont. Úgy vettük át ezt a csapatot, a felnőtt csapatot, hogy az MB2 utolsó helyén álltunk, és hát sajnos azt kell mondanom, hogy ott is maradtunk, mert a felmérések után, amit ugyebár megismertem a csapatot, rá kellett jönnöm arra, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy lemaradásunk van, de nekivágtunk az edzéseknek, csináltuk, de aztán voltak sérülések is, amik befolyásolták az eredményességet. Összességében sajnos meg kell, hogy mondjam, hogy nulla pontosak maradtunk a tavasz folyamán, nem tudtunk mérkőzést nyerni, de akkor is láttam úgymond a fejlődésünket, de ez a fejlődés is kevés volt ahhoz, hogy győzelmeket érjünk el. A felnőtt csapat július 17-én kezdi a felkészülést. Előtte természetesen egy fakultatív hét lesz, amikor aki szeretne jönni és szeretne elkezdeni mozogni, annak természetesen itt lehetősége lesz. Aki viszont nem, az meg ha hazai környezet van, akkor hogyha olyan helyen lakik, akkor ott is lesz egy kis feladat, hogy ne 0 méterrel érkezzenek az első edzésre. Az U19-es csapatot Krár Edina, az U16-os gárdát Krár Edina és Csillik Zoltán vezette. Utánpótlás csapataink, ha csak a pusztán az eredményességet nézzük, nem néznek ki rosszul, mert a 19-es csapatunk az 3. lett a bajnokságban, a 16-os csapatunk az 4. lett a bajnokságban, és a 14-eseink azok szerepeltek gyengében, ők a mezőnek a 2. felébe voltak, de nem is ez a lényeg. Ebbe a utánpótlás képzésbe a lényeg az, hogy képezzük őket. Az eredményesség egy kicsikét másodlagos, már a 19-eseknél annyira nem, és a lányok nagyon is örültek, hogy ugye a 3. helyet meg tudták szerezni, és erre megyünk rá a jövőbe is, hogy a képzés, oktatás és a nevelés ezt szerepeljen a mi filozófiánkba utánpótlás szinten. Az első csapat eredményessége természetesen, de az OP-nél a képzés mindenek előtt. Június 11-én toborzót rendeznek. Várják a 2006 és 2016 között született lányok jelentkezését, akik szeretnének Kispesten focizni. Tömegesíteni kell. Tömegesíteni, nagyon kevesen vannak a lányaink, és ezt szeretnénk mindenféleképpen föltölteni a 14, 16 és a 19-es korosztályba, és erről szól a toborzónak a lényege, és tárunk minél több kispesti lány, de a vonzás körzetben azért benne van Pest Imre, benne van azért Pest Erzsébet, úgyhogy erről a környékről várjuk a lányokat. Minden további információ a toborzóról a Budapest Honvéd honlapján érhető el.